Önök a Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket. A tűzoltók munkája nem könnyű, rengeteg áldozatot kell hozni a magánéletben, hogy hivatásukban sikeresek legyenek. Tresner József majd 5 évtizede van szolgálatban a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon. Rengeteg helyzetet látott már, azonban július elején egy számára új helyzetbe sodorta az élet. Egy 64 éves asszonyt élesztett újra a tűzoltóság szomszédságában. A tűzoltókat számos helyen a legbátrabb embereknek tartják. Nem véletlenül, hiszen ők olyan helyekre mennek be, ahonnan az emberek már kifelé menekülnek. Ezt a mondást stábunknak Tresner József, bátaszéki tűzoltó mondta. Igaz, az utóbbi esetben nem egy égőházba kellett bemennie kimenekíteni az embereket és menteni azokat a tárgyakat, amik még menthetők, hanem egy 64 éves hölgyet élesztett újra július elején. Laktanyába tartózkodtam, mert szolgálatban voltam, híradó szolgálatot láttam el, és hallottam a segítséget, kiállt a hölgy, és közben a fiát átküldte hozzánk a tűzoltóságra, hogy valaki tud átmenni segíteni. Akkor még nem tudtuk, hogy miről van szó, vagy én legalábbis nem tudtam, miről van szó. És akkor elébe mentem és mondja, hogy az idős, de nem idős, mert 64 éves hölgy rosszul lett. Mondom, akkor adtam neki a teendéket, hogy akkor hívja fel azonnal a mentőket, hogy akkor a mentőket fölhívta. Mire én bementem, akkor ugye megnéztem a hölgyet, megvizsgáltam, hogy van-e neki pulzusa vagy légzése, hát nem volt semmi, se pulzus, sem légzés. Ugye azt úgy lett, hogy megvizsgál három ujjat, ide rakod a nyaki ütérre, és ugye az óra alá meg oda rakod az ujjadat. Nem volt semmilyen életjel, akkor bevittük, meg kint ült a teraszon, bevittük a szobámba, lefektettük a tulajdonosnak a édesanyja, vagy a, nem tudom, végül, hogy a hölgy segített nekem, hogy megfogta a fejét, és akkor mondta minden tizedik, hogy elkezdtük az újraélesztést, de telefonon kaptuk a segítséget, hogy a diszpécsertől, hogy mit, hogyan, meg merre, de itt házilag is van egy kiképzés, minden negyed évben tartunk egy életmentést, de akkor babákon gyakorolunk, meg defibrillátorral is gyakoroljuk a mentést, és na mindegy, elkezdtük az újraélesztést, és akkor minden tizedik nyomás után, hogy akkor a hölgy folyt neki levegőt, és akkor ezt folytattuk a 31 páradik nyomás után éreztem, hogy visszajött a húzus, mert megkönnyebbült a mellkas, meg ugye volt végzés, és addig folytattuk a szívmasszást, amíg a mentősök ki nem értek. Tresner József szerint a tűzoltóság sokkal több, mint egy egyszerű munkakör, amit be kell tölteni. Azt mondja, a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság mindig tett azért, hogy a munkatársak minden eshetőségre és élethelyzetre felkészüljenek. Én hivatásnak tartom, mert szeretem is csinálni, és tudom, amit csinálok, azt jó értelemben csinálom, mert hogy az ember bajvitett embertársaimban segítek, és nekem alapból a beállítottságom olyan, hogy én nem tudok nemet mondani, valaki segítséget kér. És ugye ennek ebből kifolyólag sok munka, sok tanulás, sok gyakorlás, és látszik, hogy van eredménye is a tanulásnak is, a gyakorlásnak, mert itt az élő példa, hogy sikerült egy hölgyet visszahozni az élő sorába. A tűzoltó azt mondja, hogy amikor kiérkeznek a helyszínre, csak arra fókuszálnak, hogy nekik mi a dolguk. Vannak olyan helyzetek, amikor visszaérve a laktanyába, ők is csak csendben merednek maguk elé a történtek láttán. Tresner József azt mondja, hogy nem tudnak otthon úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, de szerinte egy erős családi háttérrel könnyebben fel lehet dolgozni egy-egy nehezebb esetet vagy tragédiát. Akkor van egy kis adrenalin, ami felszalad benned, de azon kívül azzal foglalkozol, ami a teendőd abban a pillanatban. Utána megint egy másodlagos kérdés, mikor bejövünk a laktanyába, és akkor az ember átmegy rajta, hogy az mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek, érezzük azt, hogy most milyen tragédiák történtek, de általában kint akár helyen, akkor a dolgokkal koncentrálunk, és azt végezzük minél pontosabban, ha lehet. A családon nagyon sok múlik. A családi háttér milyen. Nálunk, hála Istennek, volt nejem is, ugye közben én elváltam, de volt nejem is olyan volt, hogy segített, hogyha be kellett vonulja költözködni, mert általában nekem még amikor önkénteseként dolgoztunk, akkor otthon volt a bevetési ruhám, és akkor onnan a helyszínre mentem, mert én sokáig parancsnok voltam meg az egyesület elnöke, és a hátteret biztosított, hogy nem kérnek számon örök, hogy miért mész el, meg miért ezt csinálod, akkor nyugodt vagy, mert tudod, otthon is rendben van minden dolog, mert van, aki felügyel rá, meg akkor itt is tud végezni a dolgodat tisztességgel, becsülettel, mert itt meg te figyelsz a dolgokra. A tűzoltó az egész életét erre a szakmára tette fel. Azt mondta, hogy nincs is annál jobb érzés, amikor a hozzátartozók megköszönik a tűzoltóknak munkájukat. Szeretem csinálni, szeretem a kollégáimat,
szeretek segíteni, most ugye új főnökség van, szeretek segíteni nekik. Általában minden egy olyan munkálatból, bármi van az egyenlőtlenségem belül, kikérik a véleményemet, ugye, mert azért már elég régi bótoldalabb vagyok, és megad a mindenem. A szakmámat feláldoztam, azért azt is nagyon szerettem, inkább átjöttem ide tűzoltóságra. Mert én szexádon dolgoztam a Malomba, mint Molnár. Dressner József 1975 óta van szolgálatban, ez a 45. éve bátaszéki tűzoltóként. Addig szeretne szolgálatban lenni, amíg engedi neki a saját ereje. Szeret másokon segíteni és tapasztalatával a tűzoltóságot is előrébb vinni. Egy rövid reklám után a Friss Pro Urbe díjas Riglerné és Tangerikával folytatjuk a Cikádor magazint. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Bátaszéken és a város környékén mindenki ismeri Riglerné és Tangerikát, a kulturális szervező szakember munkásságát Pro Urbe díjjal ismerte el nemrég a város önkormányzata. Az idáig vezető útról beszélgettünk vele. A velem szemben ülő Riglerné és Tangerikát bizonyára senkinek sem kell bemutatni Bátaszéken és a környékén. A helyi művelődési házat és a Német Egyesületet hosszú időn átvezető kultúra szervezőről viszont talán kevesen tudják, hogy a közéleti tevékenységét riporterként kezdte még az 1990-es évek első felében. Az én végzettségem dekoratőr, és otthon dolgoztam magánvállalkozóként, amikor hallottam, hogy Bátaszéken elindul a helyi televíziózás, és felkeltette az érdeklődésemet. Gondoltam, hogy megpróbálok csatlakozni a társasághoz, de megelőztek Imréjék, és eljöttek hozzám megkérdezni, hogy nem segítenék-e. Bár ők abban gondolkodtak, hogy mint dekoratőr segítsem a hátteret, a díszítés, stb. És mondtam, minden további nélkül nagyon szívesen, de én azért anyagot is szeretnék készíteni, mert és akkor így indult el a televíziózás hőskora Bátaszéken, nagyon nagy élvezettel, nagyon jó társasággal, jól szórakoztunk, sokat dolgoztunk, sokat éjszakáztunk, hogy készen legyenek az anyagok időben. És aztán 95-ben, amikor Puskás Imre akkori művelődési házigazgató felmondott, mert vizsgákra készült, akkor én vettem át a helyét, és akkor kezdődött a kultúrával való közvetlen tevékenység, ami magában foglalta akkoriban a televízió műsorkészítést is. Nem sokkal később, 1995-ben bízták meg a helyi Petőfi Sándor művelődési ház vezetésével a fiatal szakembernek számító Erikát. Ő pedig igazán komolyan vette a rábízott munkát. Munkatársaival azóta is a város éves programnaptárjának a gerincét adó rendezvények szervezésébe és a régi népszokások felelevenítésébe kezdtek. Mélyről elindulni mindig könnyű. Tehát ez egy olyan időszak volt, amikor hát egy jó hosszú vegetáló időszak után újraindult Bátaszéken a művelődési házban az élet. És nem igazán voltak hagyományok.
A régiek elfelejtődtek, újak nem teremtődtek, és volt az augusztus 20-a, volt a május 1-e. Ezeket lent a futballpályán ünnepelték meg, ott műsorral, stb. A szokásos módon. És akkor mi elkezdtünk kutakodni, hogy milyen régi hagyományok voltak Bátorszéken, és hozzuk ezeket vissza. Így kezdtük el a pünkösdölést, a bátorszéki pünkösd megünneplését. Felfejlesztettük a május 1-ét, egy időben az augusztus 20-át is futballpályáról fölhoztuk ide a templom mögé, mondván, hogy ez egy sokkal hangulatosabb hely, és ez be is bizonyosodott, mert azóta is ugye itt tartják őket. Húsvéti szokásokat, húsvéti locsolkodást a tájházban. Elindult a gasztronómia. Hozzácsatolódott a pünkösdhöz a Rétes Fesztivál. Nem csak a város kulturális életének szervezésében vállalt kulcs szerepet Erika, 1994-ben létrejöttek az egyesületek alapításához szükséges jogi keretek. Ő pedig német származását büszkén vállalva azonnal nekilátott a Bátorszéki Német Nemzetiségi Egyesület megszervezésének. Emellett pedig a város többi egyesületének megalapítását is tevékenyen támogatta. A német egyesületnek megalakulása óta tagja voltam, férjem is, én is. És utána pedig a vezetőségben vállaltunk szerepet, illetve elnökként is dolgoztunk. Úgyhogy összességében olyan jó 20 évet tevékenykedtünk az egyesület vezetésében. Lassan indult be. Tehát 94-ben megteremtődött a jogi alapja annak, hogy azok a csoportok, amelyek a művelődési ház keretein belül működtek, pedagógus kórus, székely kórus, német tánc csoport, ezek mind a művelődési ház csoportjai voltak, mert valahová tartozniuk kellett, és 94 után akkor szépen lassan évenként egyre több csoport alakult át egyesületé, és nagyon soknál segítettük ezt a munkát mi a művelődési házban dolgozók. A nyugdíjas egyesület, ugye ekkor jött létre a német egyesület, ekkor jött létre a tánccsoport köré alakulva, a székelyek baráti köre, ekkor jöttek létre. Tehát végig, de nem volt ez egy hirtelen robbanás, hanem úgy szépen apránként, ahogy megérett egy-egy csoport arra, hogy egyesületté váljon, de innen, ezek mind a művelődési ház csoportjai voltak valamikor, és akkor így nem mondhatom azt, hogy kiürült a művelődési ház, mert ugyanúgy hozzánk jöttek természetesen próbákat tartani, meg mi segítettük őket a rendezvényeikben, de bábáskodtunk az egyesületek létrejöttével. A történelem, ha már így hozta, hogy ennyiféle népcsoport kényszerült együtt élni, és ez nem ment könnyen. Évtizedekig nem ment könnyen. Elértük azt, hogy ami valamikor negatívum volt, hogy az átforduljon pozitívban, mert innentől kezdve Bátorszék kulturális élete nagyon színessé vált. És az ünnepeinket is könnyen meg tudtuk szervezni, könnyen tudtunk színvonalas rendezvényeket előállítani, hiszen volt kihez nyúlunk. A felvidéki táncsoporthoz, a székely kórushoz, a német táncsoporthoz.
És hát igazán ennek köszönhetjük a 2000-ben átadott tájházat is. Mert ilyen gazdag kiállítási anyag nagyon kevés van együtt, ami együtt látható egy épületben, nagyon kevés van az országban, és ezt nem én mondom, hanem szakemberek mondják, akik mind-mind meglátogatták már a tájházat, és nagyon elismerőleg beszéltek róla. Nálam ugye szerencsés dolog, mert a közösségépítés az a szakmám is, a művelődési ház révén, mint művelődés szervező, tehát így nekem az egyesület vezetése is könnyebb volt, úgy gondolom, mint ha más területről érkeztem volna. Hát pontosan ez a közösség építés, ennek a csoportnak a fejlesztése, a kiszolgálása, ez ennél szebb dolog nincs, én úgy gondolom. Lehet, hogy mondjam, más sikert ad, hogyha az ember szabad idejében pénzt keres és gazdagodik. És egy teljesen más jellegű siker az, amikor megállítanak az utcán, és azt mondják, hogy hú, de jó volt ez a múlt heti kirándulás, vagy mikor megyünk már, mikor csinálunk már valamit, mikor sütögetünk, mikor jövünk össze, és amikor úgy 120 embert tudsz mozgatni, természetesen nem egyedül, semmi esetre sem, hanem nagyon sokan együtt dolgozva tesszük mindezt, az egy nagyon jó dolog, úgyhogy ez mozgat. Talán erről sem tudnak sokan, de a nemrégen újra jelentkező bátaszéki színjátszás megszervezése is Erika nevéhez és munkásságához köthető. A Német Egyesülettel karácsonyra akkor egy mesejátékot állítottunk színpadra, és utána még egy-két darab volt, amit német egyesületes volt. Aztán akkor bővültünk, amikor 2005-ben, amikor az István a királyt állítottuk színpadra, az természetesen már nem lehetett egyesület keretein belül. Az egy hatalmas összefogás volt. A Bátaszéken akkoriban két nagy tánccsoport volt, a német és a felvidéki. Tehát az ő bevonásukkal készült az egész pedagógus kórus bevonásával, és azon kívül szedegettük össze a különböző énekes szerepekre a szereplőket, tehát körülbelül 120 szereplője volt a darabnak. Én úgy gondolom, onnantól beszélhetünk akkor bátaszéki színjátszókról, akkor léptünk ki az egyesület kereteiből ezen a téren. Rendszeres fellépői voltunk, meg mai nap is ez így zajlik a két évenként megrendezésre kerülő Winzerfestnek, a hatalmas nagy szüreti felvonulásnak Bézikhányban. De a színjátszók ebben is nagy szerepet játszottak, hiszen a darabjainkat hívták Nagysallóba, Ditróba, és mi nagy örömmel mentünk, és vittük, és jót mosolyogva beszéltük, hogy már csak az echószekerek hiányoznak, és olyan, mint régen a vándor színészek, mi is olyanok vagyunk, hogy mire bepakoltuk a díszleteinket, a jelmezeinket. Jó időszak volt.
Az idei nyáron eddig változékony időjárást tapasztalhattunk, egyszer nagy a kánikula, máskor pedig különösen hűvös van. Ezek az időjárási viszontagságok a klímaváltozásnak köszönhetők. A Bátaszéki Gondozási Központ egy előadás keretében mutatta be idős lakóinak, hogy mitől alakult ki a klímaváltozás, és hogyan lehet védekezni a hirtelen változó időjárás hatásai ellen. A 21. században az emberek hanyagsága hatalmas károkat okoz a Föld légkörében és a bolygó élővilágában. Korunk egyik legnagyobb problémájáról, a klímaváltozásról és annak következményeiről tartottak előadást a Bátaszéki Időseknek a Gondozási Központ nappali intézményében. Az idős embereknek pedig különösen nehéz ilyenkor, mondja Istenes Károly, aki érzi, hogy mennyire megváltozott az időjárás a múlt századhoz képest. Sokkal nagyobb, erősebb, mint fiatalabb koromban. Akkor is volt, de nem ilyen erős, mint most. Nem ilyen hirtelen, ilyen váratlan, mint most. Akkor is volt. Volt egy nagy hideg. 42-ben volt. Mikor a katonáink megfagytak, ugye, akkor nálunk is, ott is hideg volt. 32 fokot mértek január 24-én ott is. Bizony. Istenes Károly azt mondja, nem könnyű az ő korában kibírni a klímaváltozást, azonban ahogy tud, védekezik a hőhullámok és a hidegtelek ellen, de az egészségére is rossz hatással van a hirtelen változékony időjárás. Nehéz alkalmazkodni az egészségnek. Én nekem is, mert most már 91 éves vagyok, és sok mindent megéltem már, amennyire tudtam, hogy hát elmentem fürödni, ugye vízbe voltam. Árnyékban voltam, és otthon voltam. A legnagyobb melegben, akkor nem mentem sehova. Van azonban olyan, aki megijed ugyanattól, hogy mit okoz a klímaváltozás, de mégis elfogadja a következményeit. Kemény Zoltánné egyike ezen embereknek. Azt mondta, hogy korábban is meleg volt nyáron, de az nem volt ennyire megterhelő, mint napjainkban. Gyerekkorban nem volt ilyen hőség, mint most. Úgy emlékszem rá, hogy ilyen csörgős korsóba, vagy miből ittuk annak idején a vizet. De én nem szólhatok egy szót se. Tényleg, mert aranyosak a gyerekeim, gondoskodnak mindig, hozzák a vizet, ennivalót, mindent, együtt lakom velük, úgyhogy egy házban lakom az unokákkal, én nem szólhatok egy szót se. És én ezt a klímaváltozást elfogadom. Akkor is meleg volt, és valahogy nem vettük mi föl akkoriban ezt a meleg, hogy jön a meleg. Kin voltunk a határban, kin dolgoztunk, na, arattunk minden. Szóval nem, én nem mondhatok semmit. Még most sem mondhatok semmit, hogy most jön ez a melegfront, hát erről nem tehetünk, maguk se tehetnek, épp ahogy mi. Kemény Zoltánné boldogan emlékszik vissza azokra az időkre, amikor kint aradtak a mezőn, és szerinte a legjobb védekezés a fagylalttal és a hidegvízzel, valamint a ventilátorral való hűtés. Úgy védekeztünk, hogy mindig azt mondta apukám, hogy kislányom, majd mindjárt jön a fagylaltos, és ilyen fabódéba vagy miben hozott ki nekünk ide a legelőre fagylaltot. És akkor azt adta nekünk, azt vett nekem, és akkor reggel korán mentünk, este későig maradtunk kint, hát védekeztünk akkor is. Vízről gondoskodtunk, mondom, ilyen nagy csörgős korsóból ittuk. Az ember nem tud úgy aludni se talán, de hát jó van, túltesszük magunkat rajta. Van ez a ventilátor, megoldjuk. Megoldjuk a ventilátorral. Még itt is, hát nagyon jó érzünk magunkat itt az otthonban. Én nem szólhatok egy szót, se a főnöknő nagyon gondoskodik rólunk. Vízről állandóan minden. Mindig mondják, igyatok, igyatok, igyatok. Úgyhogy sokat kell inni. Én nem tudom, hogy miért van ez a nagy hőség. Azért azelőtt nem volt ilyen nagy hőség. Ahogy nézem többször a tévét, hát látom benne, hogy hát jön ez a meleg front felénk. A nappali intézmény vezetői szerint a gondozási központ lakói számára talán most derülhetett ki, hogy milyen nagy bajjal is áll szemben a Föld, és hogy ez az ő életükre is mekkora hatással lehet.
Ugyanakkor ők igyekeznek gondjukat viselni a lakóknak, jó tanácsokkal ellátni őket, és segíteni nekik a kánikula idején. Rendkívül fontos, hogy felismerjük azt, hogy ha esetleg hőkimerülés vagy a hőséggel kapcsolatos valamilyen állapotváltozásról van szó, úgyhogy a folyadékbevitelre rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk, de emellett gyakoriak ilyenkor a rosszulétek, szédüléses panaszok, vérnyomás, ingadozás, úgyhogy különös nagy tekintettel kell legyünk az idősekre, mert őket ez nagyon megvisel ez a jelenlegi időjárás. Elsősorban a megfelelő folyadékbevitellel, többször kínáljuk őket hideg vízzel, mert megfeledkeznek arról, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak. Emellett vérnyomásmérést szoktunk ellenőrizni, a megfelelő módon kiszellőztetjük a helyiséget, még a reggeli órákban, hogy mire érkeznek, addigra már egy kellemes közegbe tudjanak jönni. Aztán ventilátorokat alkalmazunk, hogy valami módon azért egy kicsit a levegőt mozgassuk, és hát nagyon figyelünk arra is, amikor érkeznek, illetve amikor hazamennek, hogy akkor is a kísérésre is hangsúlyt fektetünk, mert hogy valóban ilyenkor azért a szédüléses panaszok felerősödnek. A nappali intézmény lakói érdeklődve hallgatták az előadó gondolatait. Stábunknak azt mondták, hogy félnek attól, mit okozhat a klímaváltozás és a nagy hőség, ez pedig az egészségükre is hatással van, de úgy védekeznek a központ dolgozóinak segítségével, ahogy tőlük telik, és jól érzik magukat nyáron a nagy meleg ellenére is. Ennyi volt ezúttal a Cikádor magazin friss bátaszéki hírekkel, jövő hétfőn jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!